Egyelőre az utolsó 81 kilós meccs. A soproni Weber Dánielt hívják a piros sarokba, ellenfele majd a madárfészek színeiben Lukácsi Bence lesz. Az U21-es bajnokságnak a győztese. Lukács is egy jó kötésű gyerek. Ő sokáig 75 kilóban boxolt, majd ugye a magassága azért indokoltá tette, hogy ő följebb lépjen, viszont nagyon sokat kellett erősítenie. Nagyon sokat is erősödött, tehát rengeteg izomzat jött rá, viszont a könnyed és a gyors mozgás egy picit elveszett. Ugye az izmokat újra meg kell tanítani azt, hogy laza, villámgyors ütései legyenek. Egy pontozó bíró hiányzik. Hidvégi Gyuri leül a helyére, és akkor már mehet is a meccs. Mehetünk is. Pirosban tehát Weber, kékben pedig Lukácsi. Sokat nem gondolkoztak a menet elején a fiúk. Nem. Férfiasan neki láttak a dolguknak. Talán itt is kevesebb hangsúlyt kap az előkészítőit, és mindenki azt mondta, egy nagyot szeretné már is bevinni. Így van, de ez egy jó nyílt sisakos küzdelem. Abszolút. Nem negatívunkként Weber, mondtam. Weber nekem egy kicsit elképzelés nélkül csak erőből és csak a támadás. Lukács azért tudatosabban szépen levédi az ütéseket, és rögtön abból és visszatámad. Kontra. De egyelőre még pontatlanak a srácok. Igen. Most nagyon jó kezdeményezett a Lukácsi, tehát ő indította a támadást. És könnyed bunyóval szépen ellazítja az izmait, és amikor közel jön az ellenfél, akkor szépen megfeszíti, és robban a keze. Most például egy jó jobb kéz volt az előbb, amivel talált, most meg egy balhorog, és ismét egy balhorog a végén, ami talált. Fogásnál azonnal mellé lép. Jól csinálja most a Bence. Weber ugye néhány meccsel azért biztos kevesebb van neki, tehát rutintalanabb egy picit. És azért egy ilyen tempó jobb kezekbe belelép. Belelépett, igen. A Bencének volt egy feltartó megelőző balegyenese. Fejelésre nagyon kéne figyelni. Igen, nagyon nagy a bíró, így van, a bíró az figyelmezteti is, de ez ugyanez érvényes azért a Bencére is, mert ő is ott hagyja a fejét, tehát ő is belép, akkor a feje azért összeér. Távolság, Bence jön a... Igen, hogy amikor az ellenfél betámad, akkor ő vagy egy fél lépést hátra, vagy egy helybe maradjon és onnan üssön, mert az ellenfél támad, és ő is ütni akar, akkor ő is előre lép egy picit, és akkor meg koccan a fejük.
Tehát akkorát lép az ellenfél, a Weber, hogy nekünk, mint a Lukácsinak nem kellene már neki is belépni, hanem vagy egy picit visszalép, és akkor megvan a hely és az útja az ütésnek. Ilyen az, amikor szakértő a közönség is. Mert hogy ez a lelátorról jött az az észrevétel, amit most kifejtettél. Ja, biztos, igen, igen. De nagyon jó, hogy boxhoz értő emberek is kijöttek már a munka után, hiszen már a dugóból is ideértek talán az emberek. Jó, hát ha tudatosabbá teszi Lukácsi a bugyót, akkor lehet egyszerűbb dolga, így még nincs. Szép volt Lukácsitól, meg előző bajobb egyenes. Szünetbe, úgy de szép volt, szünetbe... Valami higgadságot látok az arcán, és az nagyon jó. Igen, nagyon koncentrált a Bence, és nagyon magabiztosan, és jól érzi magát a ringbe. Én azt látom, hogy feszesebb tartást kértek tőle a szünetbe. Mégis most két olyan jobb egyenest se letalálta Weber őt, amit neki látnia kellene. Tehát vagy jobb kézzel blokkolni, vagy bal kézzel kizárni, vagy elhajolni, vagy ellépni, de ez nem történt meg. Weber is teszi a dolgát tisztességgel, és ha nem is nagy hatékonysággal, vagy nagy pontossággal, de azért talál. Most kicsit a Bence nekem lelassult, és a Weber látszik aktívabbnak és pontosabbnak. Bence pontatlanná vált. És a fejelés még mindig borzasztó veszélyes. Fejjel előre menjen elő a másik Lui. Felé. Ez egy, igen, egy megrendítő jobb kereszt, jobb kéz volt. De megint nagyon közel vannak egymáshoz. A második menet megint csak nagy csatát hozott. Igen. És nem ökölvívást most bántás nélkül, de igen, a vívás hiányzott belőle. Volt. Igen. De úgy érzem, hogy ebben a menetben talán a piros sarok jobb volt, tehát ideig ez egál. 1-1, aha. Utolsó menet, tehát a Weber-Lukácsi meccsen. Ugyanúgy kezdik, mint az első menetet. Igen. Nyílt sisakos adok-kapok. És most már a második jobb kezd. Ez
szedi be Lukácsi. Igen, innen nagyon jól látjuk a sötét háttér előtt, hogy fröccsen a veríték. Ez is egy látványelem. Igen, abszolút része a férfias csatának. Idő. Valami nem klappol. Berogyott a ring. A ringgel valami történt. Ott van egy, betört. Van egy pont, ahol a padló Ajjaj. Beszakadt a ring. Nem jó vagy, hely. Vagy, igen, vagy szerencsésebb esetben ugye a padló elmozdult. Szerencsétlenebb helyzetben meg ketté tört egy, az a léc, egy léc. Akkor az nagyobb, hosszabb idő. Hát igen, az kényelmetlen lesz úgy akkor, igen. Akkor az úgy nem jó. Megjavult, jó. Megcsinálta, van, akkor csak, ó, csak elcsúszott, nagyon jó. Kicsúszott egy léc a helyére. Jó, a szerencsénk volt, jó. Igen. A két fiú szusszant egy kicsit. Igen. Ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. Hoppá. Újjújjújjúj. Óriási nyílcsisakos küzdelem. Nem sajnálják magukat sem. Nem. Abszolút közönség, barát meccs, tehát ha erre nem tapsol, vagy kapja el a gépszi a nézőket, akkor soha. Weber fordult ki. Kíváncsi leszek majd egyébként a pontozásra. Együttes találat. Egy együttes jobb kéz. Derekas. Hát bárki fejelés nyerés, nem spórolt a következő mérkőzésére. Nem. Hát ilyenkor nem lehet. Egy ilyen meccsnél az emberben nem lehet benne, hogy holnap is boxolni kell. Ezt a meccset most meg kell nyerni, úgyis csak ez van benne. Amit bír a test. Húha, Lukácsi ütésrészeg. Igen, most Weber, ha egy picit összeszedett, még tud lenni, akkor még nyerheti is ezt a meccset. Na hát erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Hát a harmadik menet kifejezetten, de a második menet is már érdekes volt. Annyi pofon volt, hogy a ring se bírta. Igen. Nézzük, hogy látta az öt pontozó bíró. Lukácsi Bencét látták egyhangú pontozással jobbnak a bírók. A Balzsai Károlynak hát köszönöm szépen a én segítséget. Én is köszönöm szépen, egy időre elköszönök, de biztos, hogy találkozunk még. Ha nem, ma akkor a következő napon. Néhány nap köszönöm alatt. Szépen. Köszönöm szépen.